Magyarországon összesen mintegy 13,5 millió tonna gabona termett az idén, szemben a tavalyi 16,3 millió tonnával, tájékoztatott az agrárgazdaságért felelős államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülése után. Szerván György hozzátette, a csökkenés a kukoricatermés 30%-os mérséklődése miatt következett be, amit a kedvezőtlen időjárás okozott. A többi növény termés átlaga tekintetében jó évet zárunk, hangsúlyozta az államtitkár. Tavaszi fagykárok, nyári forróság és októberi komoly csapadék, ezek a tényezők határozzák meg a mezőgazdaság idei teljesítményét, mondta az agrárgazdaságért felelős államtitkár. Cerván György kiemelte, a napraforgó 2,5 tonnás termés átlaga ennek függvényében jó. A szója 142 ezer tonnás össztermése pedig rekordmennyiségnek számít. A kukorica megyénként nagyon eltérő átlagokat mutat. Ez az 5,7 tonna per hektáros átlagtermés, és ez 6,4 millió tonna termésmennyiséget okozott. Ugye emlékeztetni szeretnék itt is, hogy tavaly 9 millió tonna volt a kukorica termésmennyisége, ami minden idők legnagyobb termésmennyisége volt. Ehhez képest ez a 6,4 millió tonna, ez egy olyan 30%-os kiesést jelent. A helyzet azonban nem rossz. A hazai szükségletek kielégítése után 2,5 tonna kukoricát tudunk külföldön értékesíteni. Az elmúlt hónapokban a búza és a kukorica áraknál stagnálás figyelhető meg, de november elejétől a búza ára az emelkedik. Korábbi 46-47 ezer forint per tonnás árszint 50 ezer forint per tonnára emelkedett, a kukoricánál maradt ez a 45-46 ezer forintos árszint. Ez az összeg elegendő ahhoz, hogy a gazdálkodók ne legyenek bajban, de nem éri el a gabonatermelők országos szövetsége által javasolt 50 ezer forint per tonna átlagárat. Átlagosan jó évet zárunk, mivel nem csak egy növény termel egy átlagos termelő, tehát nem csak kukoricát vagy búzát, hanem van mellette olajos növény és szőlő, gyümölcs, egyéb bármi. Tehát több lábon állunk. A gazdák menetrend szerint készülnek a jövő tavaszra, az őszi búza nagy részét november elejéig elvetették, a mészántást pedig a tervezett 2 millió hektár 62%-án már elvégezték.